Három pályán reggeltől a kora délutáni órákig folyamatos a meccselés. Ha így megy, egy negyedikre adott erre a lehetőség a szekszárdi strandfürdőben, szükség lehet. Mert hogy már nem városi, illetve megyei amatőr strandröplabda bajnokságról beszélünk, hanem régióssá nőtte ki magát a torna, a résztvevők fele Baranyából, Somogyból, illetve az Alföldről és már Budapest környékéről is érkezik. Mondhatnám, egy hiánypótló torna, mert nincs nagyon a környéken ilyen amatőr strandröplabda torna, és mivel már sok évet csináljuk, hál' Isten, ezért elég sok helyről visszatérnek hozzánk, és várják ezeket a rendezvényeket. Mert tudásszint alapján rangsorolják a játékosokat, mert minden párosnak, illetve triónak sok meccse van a nap folyamán. Mert mindenki ajándékot kap, itt stílszerűen egy üveg bort, mert a torna befejeztével el lehet merülni az élménymedencék hűsítő hullámaiban. Mert itt a háromfős csapatokat nemhogy tiltják, hanem csábítják, befogadják. A fiatal újonc tolnai gimnazista, szekszárdi lányok mind a négyen aggódtak amiatt, hogy hárman egyszerre a pályán mire lehetnek képesek a rutinos idősebbekkel szemben. De szerintünk ez sokkal keményebb, mert itt ugye maximum ketten vagy hárman lehetünk, homokon játszunk, és szerintünk ez nehezebb. A főszervező Herczig Gábor, mint civilben testnevelő tanár, szerettette meg ezekkel a lányokkal a röplabdát, mint sportágat. Mint elmondta, az idén annak örülne a legjobban, ha egyre több kezdő strandröpissel találkozhatna az hátralevő két fordulóban.